Tisztelt képviselőtársak, kedves vendégek, köszöntök még egyszer mindenkit, és a testületülésünk legelején engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak az elmúlt hónap fontosabb eseményéről, fejleményeiről, ami Rákosmentét, Rákosmentő önkormányzatát érinti. Elsőként szeretnék szólni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításáról, amely ezekben a hetekben a kerületünkben is megjelent, illetve megjelenik. Mit jelent ez egész pontosan, milyen formában fog megvalósulni. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évek folyamán az a kísérlet, amely a szelektív hulladék gyűjtő szigetek elhelyezéséről szól, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A szelektív hulladék gyűjtő szigetek nagyon hamar egy hulladéktároló helyé váltak, ami azt jelenti, hogy boldog-boldogtalan oda hordta a kommunális szemetét, a sittet, a megunt tévéjét és így tovább. Tehát nagyon komoly köztisztasági problémává vált az egész kerületünkben, sőt egész Budapesten a szigeteknek a helyzete, mindannyian szenvedünk tőle, idegeinket borzolja, ahogy azok kinéznek nap mint nap. A fővárosi önkormányzat és az FKF feladat azokat tisztán tartani, hiába teszik ezt meg rendszeresen, akkor is nagyon hamar újra termelődik a szemét, ami mindannyiunkat nagyon-nagyon-nagyon zavar, és mutatja azt, hogy az állampolgári tudat sok esetben környezettudatosság sajnos komoly hiányokkal bír, és sokan vannak azok, akik úgy gondolják, hogy így ilyen módon, illegális módon szabadulnak meg a háztartási szemetüktől. Ez a próbálkozás tehát úgy tűnik, hogy nem váltotta be a reményeket, és ezt fölváltaná a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere, amely egy egészen új minőséget jelent Budapesten. Jogszabály úgy rendelkezett, hogy a fővárosi önkormányzat és az FKF teljes Budapesten kizárólagos jogokat kapott arra, hogy ezt a tevékenységet végezze, és 2013 márciusától 2014 végéig teljes egészében Budapest minden kerületében ezt a rendszert bevezesse. Ez azt is jelenti, hogy a fővárosi közigazgatási területen élők mindenhol, társasházak is, kertvárosi területek is hulladékgyűjtő, szelektív hulladékgyűjtő kukákat kapnak. Szám szerint kettőt, az egyik hulladékgyűjtő kuka az a papír hulladék tárolására szolgál, a másik szelektív kuka pedig a műanyag, PET palackok, illetve a fém hulladék tárolására szolgál. Ezek természetesen térítésmentesen lesznek átadva a lakóknak. Forrását egyébként egy KEUP pályázati konstrukcióban elnyert támogatás biztosítja, tehát ezeket mindenki térítésmentesen meg fogja kapni. És ezzel párhuzamosan egyébként nem növeli a kuka vagy szemét elszállításért fizetett szolgáltatási díjat. Zárójelben jegyzem meg, az másokból fog egyébként még csökkenni, hiszen hamarosan küszöbön van a szemétszállítás díjának csökkentése, a rezsi csökkentési program, a kormány rezsi csökkentési programjának a keretében. Tehát nemhogy nő, hanem még csökken ennek a díja. Ez azt is jelenti, hogy mindenki számára otthon, saját otthonában lesz lehetőség, hogy szelektíven gyűjtse, tárolja a hulladékot. Az elképzelések szerint a társasházi övezetekben heti rendszerességgel ürítenék ezeket a kukákat, míg egyelőre a kertvárosi részeken havi rendszerességgel, de később azért a gyakorlat fogja nyilván alakítani még ezt az ütemet, ha úgy szükséges, akkor akár sűríthető is ez a gyűjtési forma. A korábbi szelektív szigetek nagy részét föl fogják számolni. Az előbb említett okok miatt szerintem nagyon helyesen. És a maradék néhány sziget elsősorban a nagyobb üzletközpontok környékére fog koncentrálni, tehát például bevásárlóközpontok környékére, ahol jellemzően van például kamerával való megfigyelés lehetősége. És ezek a szigetek a jövőben az üveghulladéknak a tárolását fogják célozni, és mindegyik szelektív sziget fizikailag is biztosítva lesz. Egy borogatás elleni mechanikai védelemre kell itt gondolni, ami már több szigeten képviselő kezdeményezésére megtörtént, de ezt a főváros kiterjeszti minden egyes szelektív szigetre. Mi magunk is egyébként egyetértünk a változással, sőt, emiatt már előre menvén kezdeményeztük azt, hogy a szelektív szigeteket, ahol most a legkritikusabb a helyzet, például a Tarcsai úton, például
a Pécsi út mentén, vagy mondhatom a Kucorgó teret, amely irritáló, ezeket a lehető leggyorsabban tüntessék el onnan. Nagyon zavarja az embereket, bennünket, mindannyiunkat. A kerületünkben is egyébként elindult már ez a program. Az első ütemben már lezajlott a 17. kerület közigazgatási területén a Pesti út, Borsó út, Újlak utca, Gyökér utca, Ferihegyi út, Rákospatak, Kaszáló utca által határolt területen a társas házak számára a hulladékgyűjtő tárolók kiszállítása. Ugyanígy a Pécsi út végén Színes utca, Battonya utca, Lajosház utca, Rákos Csaba utca térségében is megérkeztek ezek a gyűjtőedények, és folyamatban van az Aranylód utca, Flamingo utca, Lázár Deák utca területén is. És a cél az, mi most nagyon-nagyon lobbizunk, ezért mondhatom, hogy ez a gyors ütemben folytatódjon, és ne 2014 végéig, hanem még annál előbb valósuljon meg. Tárgyalásokat folytatunk, hogy esetleg június folyamán a Cinkotegyi út és a Tarcsai út által bezárt területen, tehát Rákosliget és Rákoscsaba új telep térségében történjen meg a kiszállítás, és utána rögtön folyamatában a többi városrészben is mindenhol. Tehát ez a szándék, és azt gondolom nagyon helyes törekvése mind a fővárosi önkormányzatnak, az FKF-nek és a kerületnek is, hogy ezt a problémát ezzel a 21. századi gondolkodással és megközelítéssel végre tudjuk kezelni. És meg fognak így szűnni ezek a hulladék tárolásra szolgáló, a közterületeket elcsúfító szigetek. Tisztelt képviselőtársaim, ha már a köztisztaságnál és a közterületek épségénél, szépségénél tartunk, engedjék meg, hogy egy másik aspektusba is megközelítsem. Az elmúlt hetekben és a következő hetekben is intenzív munka folyik annak érdekében, hogy a kerületi közterületek szépítését, fejlesztését, zöld felületi megújítását elvégezzük. Amint a legutóbbi testület ülésen is szó volt róla, a társasházi előkelt programban lehetőséget kívántunk biztosítani a társasházak számára, hogy a körülöttük lévő, az akció területről van szó természetesen, egy uniós pályázat szolgál forrásként erre, hogy megújítsák a környezetüket erre. Nem nagyon volt pályázat az első körben, kiírtuk a következő fordulót, hál' Istennek most úgy néz ki, hogy az érdeklődés erőre kapott, és jönnek is be a pályázatok, amely kapcsán úgy látom, hogy egy nagyon szép program kezd kibontakozni, amely a pályázat akció területét, tehát a városközpont területét egészen nagyjából a Népkert Bakancsos utca vonaláig bezárólag meg tudjuk újítani ezeknek a forrásoknak a segítségével zöld feletti szempontból. Például, engedjék meg, hogy kiemeljem, pályáztak, és úgy néz ki, hogy eredményesen pályáztak a Rákoskeresztúri evangélikus közösség részéről, amelynek a célja az, hogy a templom, az evangélikus templom környékének a zöldföldi megújítását elvégezzék. És mellette egy civil szervezet a Vigyázó Sándor Művelődési Ház előtti zöld felület megújítását tűzte ki célul. Ha ezt a kettőt egymás mellé tesszük, akkor itt ismét egy összefüggő minőségi zöld felület kialakítására lehet mód. Így gyakorlatilag a zöld felület megújítást ki tudjuk terjeszteni egészen most már a Bakancsos utcáig. Hiszen egyébként mellette párhuzamosan folyik ugye a déli sétány kialakítása, meg a népkert megújítása. De egyébként más pályázatokról is szívesen szót ejtenék. Van olyan pályázatunk, amely a Földműves utca és a kastély közötti déli területeket, a szalagházak közötti zöld felületeket újítaná meg. Ez is megtörténhet. És társasházak is pályáztak Pesti úton, Gyökér utcában, amelyek úgy gondolom, hogy el fogják tudni ennek a forrásnak vinni a 100%-át, és így ez a program céltér, és megvalósulnak a zöldfeletti megújítási célkitűzések. Mellette, ahogy említettem az előbb, ugyanebben a térségben, ugyanezzel a logikával összefüggő zöldfeletti megújítási program keretében zajlik a déli, Pesti út déli oldalának megújítása. Itt jól haladunk, ahogy látják, az a ideiglenesnek is mondható járda szakasz, amit senki nem használt, hiszen mindenki a szalagházak oldalán lévő járdát és a szervizutat használta gyalogos közlekedésre, az eltűnt. Helyette minőségi zöld felületet alakítunk ki, már elhelyeztük az automata öntözőrendszerhez szükséges elemeket, termőföldréteget terítettünk, és megtörténik a terület megújítása. A Népkert
felújítása is jól halad, a játszóri építés zajlik, a sportpálya aszfaltozása jelen pillanatban is előkészítés alatt van, a gördeszka BMX pálya alépítménye elkészült, a sétányok folyamatosan épülnek, a közvilágítás is. Én azt hiszem, hogy június közepére a beruházás, ahogy ezt eredetileg is elterveztük, be tud fejeződni. És ha már itt tartunk, az egyik előterjesztés is szól erről a témáról, a szociális városrehabilitációs programunknak a legnagyobb, legfontosabb eleme a panel felújítási program is megtörténhet, hiszen jövő héten, hétfőn a testület jóváhagyja a mai kamatmentes visszatérítendő támogatásról szóló döntést, akkor megkezdődhet a 6-10 emeletes ház felújítása is jövő héten. Összességében tehát a zöldfeletti megújítása ennek a kerületrésznek, ennek a pályázatnak a segítségével és a civilek bevonásával ezekben a hetekben fog megvalósulni. A következőkben egy jó hírről szeretnék még szólni. A kormány nem olyan régen létrehozott egy EU önerő alapot, amely arra a célra jött létre, hogy támogassa azon önkormányzatokat, akik sikeresek a pályázatban, akiknek viszont a pályázati győzelmük után komoly erőpróbát jelent az önerő előteremtése. Hiszen nagyon sokan vagyunk, akik szinte minden pályázaton elindulunk, az önerő mindig fontos szempont, hogy ezt biztosítsuk, a költségvetésben ezt meg is tudtuk tenni, de jó, hogyha van olyan lehetőség, hogy adott esetben az önerőt magunk helyett mondjuk megigényelhetjük egy alapból. Ez történt, most legutóbb is, Rákosmente önkormányzata pályázott az Európai Uniós önerő alapra, és ebben a pályázatában több alkalommal is eredményes volt. Ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, és erről már a döntés is megszületett, úgyhogy már talán tényként is mondhatom, legutóbb az önkormányzat 107.611.000 forintot nyert a most zajló és befejezett csapadék csatorna alsó szakaszára, tehát gyakorlatilag az önerőt, amit ehhez biztosítani kellett, döntő részt vissza tudjuk kapni, tehát az önkormányzat ezzel egy olyan költségvetési forráshoz jut, amit adott esetben más hasznos célra el tud majd költeni. De korábbi döntések is kisebb tételekről már megtörténtek, ott összesen 3,9 millió forint jött be eddig az önkormányzatra a másik csapadékcsatorna beruházás önerő igényéből. Tehát, ahogy azt önök is látják, így összességében már 110 millió forintnál tartunk, ennyi az, amit az önkormányzatunk az önerő alapból el tudott nyerni. Azt gondolom, hogy ez jó és fontos hír. Végül, de nem utolsó sorban, arról szeretnék szólni, hogy most a következő hetekben ismét meg fogjuk hirdetni a nyári diákmunkaprogramot. A tavalyi évben is nagy siker volt, nagyon sok fiatalt meg tudtunk szólítani, és hasznosan tudták így, ilyen formában is tölteni a nyári szünidőt, és ha jól emlékszem, 75-en vettek részt a tavalyi programban. Idén is úgy néz ki, ha minden jól megy, és a közreműködő szervezet is áldását adja, akkor 1 millió forintot a szociális városrehabilitációs pályázatból erre tudunk fordítani, és a mellette a képviselőtársaim is úgy gondolják és támogatják a saját keretük segítségével, jó magam is ezt fogom tenni a polgármesteri keretből, akkor még legalább 1 milliót szeretnénk hozzátenni, és ebből a 2 millió forintból azt gondolom, hogy egy szép programot tudunk megvalósítani a nyáron, minél több fiatalnak tudjunk egy kis jövedelmet, munkát, munkalehetőséget biztosítani. Tisztelt képviselőtársaim, ez volt a polgármesteri beszámoló.